Csomagokkal telt meg a Bátaszéki Önkormányzati Hivatal nagy terme. A gondozási központ munkatársai szorgoskodnak azon, hogy minden érintett idejében megkaphassa a saját adományát. Boros Zsuzsa, a gondozási központ vezetője arról beszélt, évről évre több feladatuk van ilyenkor, mert folyamatosan bővül a lista, akiknek egy-egy ilyen csomag nagyon sokat jelent. Mi igyekeztünk olyan dolgokat vásárolni azon a pénzen, amit ugye a vállalkozók felajánlottak, amiből segíteni tudjuk a rászoruló családoknak a karácsonyát. Hiszen egyre több olyan család van, akinek nagyon nagy gondot okoz a napi megélhetése is, nemhogy még a karácsonyi ünnepek. Sajnos találkoztunk olyan családdal, aki sírva mondta, hogy nem lesz arra pénze, hogy a gyermekének játékot, csokoládét vásárolhasson. Én azt gondolom, hogy ez nagyon megérinti az embert, és mindent megmozgat azért, hogy ezeknek a gyerekeknek meghitt, boldog karácsonyuk legyen, és erre törekedtünk mi is. A terem egy részében elkülönítve állnak azok az acskók, melyek kifejezetten a gyerekeknek készülnek, játékokkal, ruhaneművel és névre szólóan. Az idei adományalap gazdagabb volt az eddiginél. Ismételten megmozdultak a bátaszékiek, bátaszéki vállalkozások, bátaszéki lakosok annak érdekében, hogy segítőkezet nyújtsanak mindazoknak a rászoruló családoknak, akik itt karácsony előtt várják, hogy kicsit jobb körülmények között telhessenek el az ünnepek. Néhány héttel ezelőtt a képviselőtestület döntött arról, hogy megindítja a karácsony előtti adományozási akcióját. Egy évvel ezelőtt hoztuk létre ezt a lehetőséget, ezt a formát. Minden ünnep előtt meghirdetjük ezt az adományozási időszakot. Így tettük ezt most ez év karácsonyában is, és nyitott fülekre találtunk, hiszen több mint 2 millió forint értékben érkezett befizetés arra az elkülönítő számlára, amelyről gyakorlatilag a mostani adományozás finanszírozásra kerül. Mintegy 170 család részesül majd támogatásba. Itt is szeretném megköszönni mindazoknak a vállalkozásoknak, természetes személyeknek, magánszemélyeknek az adományokat, amelyeket vagy pénzben, vagy természetben jutottak el hozzánk, hogy segítenek a rászorultaknak. Annak ellenére, hogy a vírusjárvány átírta a szokásokat, és féltünk, hogy kevesebb jut majd a segítségre, nem ez történt, mondta a gondozási központ vezetője. Hiszen nagyon sok családban találkoztunk azzal, hogy elvesztették a szülők a munkájukat. Gondot okoz az, hogy miből fizessék ki a rezsit, miből tegyenek élelmiszert az asztalra, és ennek ellenére nagyon-nagyon sok önzetlen ember él Bátaszéken, ezt el kell mondjam. 130 gyereknek állítottunk össze személyre szabottan csomagot, amiben játék, ruhanemű, édesség, cipő, könyvek, tanszerek, színes szeruzák kerültek, és összeállítottunk még tartós élelmiszer csomagokat, illetve tisztasági higiénés csomagot, 170-170 darabot. Ezeket a csomagokat karácsonyig minden család, minden egyedül élő, minden rászoruló megkapja. Ők értesítést kaptak már a múlt héten arról, hogy mikor kerül kiszállításra hozzájuk ez a csomag. Az adománygyűjtés ezzel nem fejeződött be. December 24-én szintén magánszemélyek kezdeményezésére egy ételosztás is még lesz Bátaszéken, és ezzel próbáljuk a családokat megsegíteni, hogy számukra is a lehetőségekhez mérten kellemes karácsonyt lehessen eltölteni. 14. éve folyik már a gyermekjóléti szolgálaton keresztül az adományozás, és évről évre egyre több csomagot állítunk össze, és egyre több az az adomány, ami ugye beérkezik. És az elkövetkezendő évben már beszéltünk erről, hogy az év elején akkor ismételten egy tartós élelmiszer csomaggal segítenénk a családokat. A most összeállított csomagokat karácsonyig minden család részére eljutatja a Bátaszéki Gondozási Központ.